Tűzijáték, koncertek és hajnalig tartó mulatozás, így búcsúztatta Magyarország az új évet és köszöntötte 2020-at. Idén is tízezrek ünnepeltek az utcán, kollégáink is ott voltak sok helyen az ünneplőkkel. Mutatjuk, hogyan telt itthon a szilveszter éjszaka. Táncoltak és pancsoltak az emberek a makói hagymatikumban szilveszter este. Az egyik termálmedencét fehér habbal töltötték meg. Ez a nő a székelyföldi Gyergyó remetéről érkezett a családjával. Tetszik, 4 napot maradunk. Ez a pár is Erdélyből jött a 20-as, 30-as éveket megidéző Gatsby partira, ezért viselnek tollas, strasszos hajpántot és csokornyakkendőt. Székelyudvar erő Romániából, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Ildikó és Marcsi idén valami különlegességre vágyott. Azért választottuk ezt, mert még ilyen még nem volt a szilvesztereink közül. Sok helyen voltunk már külföldön, belföldön, de ilyenben még nem. És most ezt is szerettük volna. Mikorosszorban kíváncsiak voltunk magára az épületre, mert azt sem láttuk még. Az új év búcsúztató mulatságon 500-an vettek részt, és a jegyek már novemberben elfogytak. Fergeteges buli a színpadon. DJ keverte a zenét Esztergomban, ahol ezúttal különleges fényfestéssel várták a bulizókat a főtérre. Hatalmas tömeg gyűlt össze a városban, kora estétől hajnalig. Tudósítónk Bakos Norbert végigkövette az eseményeket. Már itt a színpad mellé is ide hívtam egy-két embert, akik már fergeteges hangulatban vannak és várják az új évet, de van szerencsénk fölmenni a színpadra is, és megmutatjuk, hogy hányan vannak már itt Esztergomban. És mindenki, ha fölemeli a kezét, akkor már láthatjuk, hogy szépen alakul a helyzet, és egyre többen érkeznek ide a térre. Az M1 riportere a nézőtéren sorakozó embereknek is feltette a nagy kérdést. Mit vársz a jövő évtől? Hát, hogy jobban tudjak lovagolni. Egészséget, csak is az a legfontosabb. Sok munkát, egyéni vállalkozó vagyok, úgyhogy reméljük, hogy jobb lesz, mint az idei. Remélem, olyan jó lesz legalább, mint az idei. Itt ünneplünk, amúgy Bajnáról jöttünk. Nem sokára megyünk haza, mert rohadt éhesek a gyerekek, de még bírják egy kicsit, úgyhogy még mi is próbálkozunk. Sokan szilvesztereztek az utcán a fővárosban is, számtalan duda harsogott. Most vagyok itt először bent Pesten, a szilveszteri forgatagban, eddig élvezem. Barátokkal jöttem, itt vannak a lányok, úgyhogy bemegyünk a Vörösmarty térre, utána szerintem éjfélig még itt sétálgatunk, iszogatunk, és átlépünk a következő évbe. Folyamatosan volt tűzijáték az Erzsébet téren is, az Óriáskerék mellett. Budapest rendkívül népszerű a külföldiek körében is. Ezek az olasz fiatalok imádják a magyar fővárost. Ez az első napom Budapesten, most vagyok itt először a fővárosban és az országban, és csodálatosnak tartom, mondta ez az olasz fiatalember. Eldobált poharak és üvegek, tányérokkal és ételmaradékokkal megtelt kukák, szétszórt papír között sétáló emberek, hajnalra ennyi maradt a szilveszteri hangulatból a Vörösmarty téren. Reggel óta takarítják a fővárosban az éjszakai bulik nyomait. Összesen 253 fő vesz részt, és 27 darab köztisztasági célgéppel végezzük ezt a tevékenységet. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy körülbelül 150 köbméter hulladékot fogunk összegyűjteni. A közterek, utcák és aluljárók takarításával délutára végeznek.